látszódjon a... Akkor forog. Majd néha látszódik. Tudósabb olvasóim talán sokat morgolódtak magukban a gondolatok könnyed, olykor élvetek egymásba fűzése láttán. Hol vannak a jegyzetek? Hol vannak a hivatkozások? Hogy alig szerepel cím? Mik a szerzői referenciák? Én ezekkel nem csak, hogy nem foglalkoztam ebben a könyvben, hanem a lehető legnagyobb műgonddal próbáltam szövevényes hajszálgyökereit kiirtani a szöveganyagból. Ilyen értelemben inkább tekintem a szövegeket szépírói munkásságom egy pihenő állomásának, mint sem tudományos értékű esszéknek. Az is lehet, hogy csupán egy elmagányosodott fiatalember dünnyögésének összegrebézett szöveghalma. Mit tudom én? Most, hogy a lakás végleg elcsöndesedett, mert a legkedvesebb arc nem tölti meg szokásos hallgatásával, és ezeket a locsogó szövegeket is lezárom, mélyen magamra maradok. Döntenem kell, és én úgy döntök, hogy a rám szakadó csöndbe nem belefulladni igyekszem, hanem kimászom alóla, rátelepszem, és a tábláira vésve a szűkös téridő falai között is folytatom regényem.